Köszöntöm nézőinket, beszélgető társam Huba Imre Csaba, biogazdálkodó. Egy nagyon fontos konferencia van most önöknél, hiszen német és svájci biogazdálkodók érkeztek. Kik ők? Hát a biogazdálkodók tulajdonképpen hosszú évek óta már biogazdálkodással, de konkrétan biodinamikus gazdálkodással foglalkoznak, és egy 4 éves egyetemi kurzus kell nekik ahhoz elvégezni, hogy megfelelő színvonalon tudják a növénytermesztést, kertészetet, állattenyésztést végezni, mert Svájcban és Németországban ez a rendszer már magasabb szinten van, mint nálunk. Nálunk is az a cél, hogy középiskolai és egyetemi szinten oktassuk a hallgatókat. Ez a módszer, a Demeter módszer, amely szerint önök is dolgoznak. Mi ennek a lényege, hiszen most az előbb benéztünk az előadásra, erről folyik nekik előadás. Igen, a növénytermesztés, kertészet és állattenyésztés során az alapoknál kezdik a oktatást, és hát a biodinamikus rendszerbe a természetszerű gazdálkodás, a természethez közel álló, fenntartható gazdálkodási formát jelenti, amely a növények, állatok vonatkozásába azokat a fajtákat alkalmazzák, amelyek a régi hagyományok szerint már több évszázada megvannak, és azokat nemesítik tovább, illetve a tartás folyamán a etológiájuknak megfelelően a lehető legjobb formába hozzák, illetve hozzák ki belőle, és egészséges táplálékot biztosítsanak akár növényi, akár állati eredetű táplálékról van szó az ember számára. Itt az előbb már mondta, hogy ön is volt kint hasonló tanulmányúton, mint ami most itt fiatalok, idősebbek, tehát azért látunk 20 éveseket is a csoporttagjai között. Nálunk mennyire jellemző ez a gazdálkodási forma, hiszen mondta, hogy náluk nagyon, de nálunk önökön kívül itt a környéken alkalmazza még valaki ezt a gazdálkodási formát? Hát a világviszonylatban a Demeter International a szellemi központja ennek a rendszernek. Mi ennek tagja vagyunk, és hát évente 2 alkalommal mi megyünk a megjelölt helyre, akár Nürnbergbe, akár Darmstadtba, a megjelölt helyet mindig a Demeter International határozza meg, vagy akár Magyarországon egy kijelölt Demeter gazdálkodásra kialakult helyzetnek megfelelően, például Makovec Imre bátyám által tervezett helységben, és hát ez a rendszer, ez még nagyon kezdeti stádiumban van Magyarországon, még megfigyelő státuszban vagyunk, tehát azt akarjuk elérni, hogy Magyarországon ez a termelési forma, ez a biogazdálkodási rendszer meghonosodjon, kiszélesedjen, és minél szélesebb alapokon használhatjuk, hiszen ezek a megtermelt termékek, ezek a világ legjobb minőségű termékeinek számítanak, jól is lehet őket adni, csak nagyon szigorú szabályok szerint kell a gazdálkodást folytatni, be kell tartani a Demeter technológiát. Itt az előzetesben, hogy beszélgettünk, mondta, hogy újabb szabályokat is fognak bevezetni, éppen emiatt, hogy ennyire szigorúak a szabályok. Mi mindent terveznek, és kik fogják ezt megszavazni? Tehát ki fogja ezt bevezetni? Ez kormányhatározat lesz, vagy csak minisztériumi rendelet? Milyen szintű határozat lesz ez? Onnan kezdeném, hogy a európai szinten már ez egy nagyon komoly rendszert jelent. Magyarországon a Vidékfejlesztési Minisztérium kellőképpen felkészült arra, és megfelelő intézkedéseket hozott már eddig is, hogy a biogazdálkodásba alapszintű oktatásként, középszintű oktatásként és egyetemi szintű oktatásként bevezesse ezt a rendszert. Amennyiben ez bevezetésre kerül, akkor a szellemi alapjai biztosítottak lesznek, tehát világviszonylatban versenyképes, felkészültségű szakemberek fognak rendelkezésre állni, és ezzel párhuzamosan a technológia, amelyről már eddig is beszéltem, ez a technológia a Demeter tudományok alapján képződik, illetve az alapján fog megvalósulni, és hát megvan a szándék a információim szerint a Vidékfejlesztési Minisztériumban, hogy ezt a rendszert bevezessük, és hát ez akkor azt jelenti, hogy körülbelül a szántóterületünknek a 8-10%-án lehetne alkalmazni. Ez egy olyan fenntartható termelési rendszer, amely a megtermelt termékek biológiai értékét tekintve többszöröse a konvencionális termékeknek, és hát ez azt jelenti, hogy egyrészt magyar felhasználásra a csecsemőknek, a óvodásoknak, iskolásoknak, kórházakban, betegeknek, kismamáknak, de egyébként meg mindenkinek.
egy egészséges táplálékot jelent, mert ebbe a táplálékláncba, amelyről én beszéltem, ebbe semmiféle szennyezőanyag nem kerül bele, sem GMO-s termék nem kerül bele, sem peszticid nem kerül bele, sem pedig sugárszennyezett anyag. Ez nagyon fontos minden vonatkozásban, hiszen az egészséges életmódhoz hozzátartoznak ezek az egészséges táplálékok, és minden célunk az, hogy ezt a lehetőséget mindenkinek biztosítjuk, hiszen alkotmányos joga mindenkinek az, hogy olyan táplálékot fogyasszon, amely a számára a lehető legkedvezőbb, és nem káros egyáltalán a szervezetre. Itt ők most egy 5 napos képzésen vannak önöknél, esetleg önök is tudnak emelni, tehát mondta, hogy mindig máshol vannak ilyen konferenciák, de mondjuk esetleg az önök által végzett eddigi munkáról mikor számolnak és hol be legközelebb, hiszen volt már itt is a Nimródban is egy ilyen konferencia pár évvel ezelőtt, de nemzetközi konferenciára hova mennek önök legközelebb? A legfőbb helyes Svájcban van, egyhetes kurzusok vannak, és hát mi arra készülünk, hogy ezeken az egyhetes kurzusokon mindig részt vegyünk. Egyébként a Imre fiam, ő már több alkalommal részt vett ilyen kurzusokon, és hát ott a szakmai, emberi kapcsolatok vonatkozásával komoly előrelépés van, és a nemzettársainkat, a magyar gazdálkodókat ott nagy mértékben elismerik azoknak a szakmai ismeretét, tudását, a gazdálkodáshoz hozzáállását, a hagyományokra épített gazdálkodási formákat. Így én bízok abba, hogy különösebb megterhelés nélkül fogunk megfelelni ezeknek a feltételeknek, tehát summázva a egyhetes kurzusokon túl mindenképpen azt szeretnénk, a középiskolai és felsőfokú, illetve egyetemi szintű oktatás kerülne bevezetésre, ami a nemzetközi hírét a magyar mezőgazdaságnak továbbvinné, hiszen eddig is nagyon komoly elismertségben van a magyar mezőgazdaság, és hát ezzel csak fokozni lehet, illetve hozzáadott szellemi értékekkel fog gazdagodni, és hát erre megfelelő fogékonyság megvan, nagy az érdeklődés. Egyébként ez év terén már egy kurzust itt Karcagon meg fogunk szervezni, megpályáztuk, és körülbelül 30-35 ember számára már szervezetszerűen, körülbelül egy 4 hónapos tanfolyamon tudjuk átadni azokat az ismereteket, amelyekkel mi rendelkezünk, illetve a magasabb szinten képzett szakemberek segítségével, tolmások bevonásával tudjuk biztosítani a oktatás során a megfelelő alapokat a gazdálkodók részére. Akkor erről majd mik fogunk szólni mi is többször, viszont most az 5 nap alatt itt az elméleti tudás itt van a szállodában, viszont mennek terepre is a itt lévő svájci és német gazdálkodók. Hol jártak már eddig és hova mennek még? A természetszerűen tartott szántóföldön, illetve legelőkön kint élő gulyát tanulmányozták, mert tanulmányozzák a továbbiakba, az állatoknak a szokásait, a borjú nevelését, a legelési szokásait, egyáltalán a természetben hogy tudnak alkalmazkodni a környezetük, és nagyon nagyszerűen alkalmazkodnak egyébként ezek az állatok. Ezen kívül a Hortobágyi Nemzeti Park területén a génmegőrzés szempontjából nagyon fontos állatfajokat, a rackajuhot, a mangalicát, a magyar szürkét fogják tanulmányozni, és hát annak a ismereteit fogják integrálni a későbbiekbe, tehát valamennyiünk számára vissza fog jönni ez az információ, tudományos alapon feldolgozva, illetve az alkalmazási lehetőségek birtokában már olyan szinten tudják továbbadni, hogy a kisebb termelők, vagy 30-as, 40-es gulyát tekintve, az egy nagyon fontos lehetőséget biztosít az ismeretanyagot illetően, illetve azokat a kihasználatlan lehetőségeket, például a Karcag térségében több ezer hektár legelő kihasználatlanul van, és itt egy-egy család meg fog élni, meg tud élni, és azok a termékek, tejtermékek, hústermékek, amelyeket ezen előállítanak, meg annak a hasznos trágyája, az mindenképpen a természet körforgalmába fog bekerülni, és a szellemi értéket, illetve az anyagi lehetőséget tudja biztosítani. Akkor hasznos szakmai tanácskozást és sok-sok új ismeretet kívánunk a tanulóknak is, a német és a svájci vendégeknek, és akkor önöknek pedig az, hogy sikerüljön összehozni ezt a konferenciát, amiről beszéltünk. Hát bízok benne, hogy sikerül összehozni, hiszen megfelelő háttértámogatással bírunk, ígérettel bírunk ilyen szempontból, és hát reméljük, hogy a magyar fogyasztók részére ennek a rendszernek a keretén belül is egy komoly
megalapozott, jó minőségű élelmiszerrel tudunk szolgálni. Ez a célunk, és ezt szeretnénk mindenképpen elérni. A csoport vezetőjének bemutatkozása fog következni, ebben a tolmácsolásban Mulic Andrea segít nekünk. Kérem, hogy mutassa be nekünk a csoport vezetőjét. My name is Reto Ingold. Én egy tanár vagyok a mezőgazdasági iskolában, Svájcban, és a csoporttal érkeztek ide, hogy megismerjék a Hubay családnak a gazdaságát. Mennyire jellemző az ő iskolájukban a bio gazdálkodás tanítása? Ez elég jellemző náluk az iskolában, és a mezőgazdaságnak a 10%-át kiteszi ez a bio gazdálkodás. Itt már néhány dolgot megnéztek, hogyan látja a karcagi térséget. It is a very nice place. Nagyon tetszik a város, különösen a hotel, hiszen ebben a régióban nem igazán jellemző az, hogy lennének ilyen szép biohotelek. Mennyi információja van a magyarországi biogazdálkodásról, hiszen a Demeter módszer szerint ők is dolgoznak, de mennyi információval rendelkezik a magyarországi biogazdálkodásról? Először a 90-es évek elején voltam Magyarországon, akkor hallottam a magyar biokultúráról először, tehát elég jól informáltak vagyunk az itteni gazdálkodásról. And we are quite well informed about Hungary. És hogyan látja a kettőjük közötti, tehát hogyan tudnak együttműködni a tapasztalatszerzés, mennyire biztosított önök között, tehát a svájci és a magyar gazdálkodók között? There are a lot of projects on this field. Nagyon sok közös munkát tudnak közösen végrehajtani, és rengeteg olyan termék van, amik nagyon elismertek Svájcban, illetve Németországban. Appreciated in the German and Swiss market. Én azt kívánom, hogy akkor legyen hasznos ez a mostani konferencia, és sok információval menjenek haza Karcagról. Yes, thank you very much. We really like to install. Szóval ez volt az első próbálkozásunk különböző országokban is, hogy megtapasztaljuk az egyéb biogazdálkodásokat, és remélik, hogy ebből a gyakorlatban nagyon sok példát tudtak meríteni, illetve tudnak majd meríteni. Köszönjük szépen! Thank you too. Thank you.